Köszöntöm Rábaközi televízió nézőit! A tervek szerint november végére befejezik a TT általános iskola felújítását. A munkálatok során kicserélték az ablakokat, illetve külső hőszigetelést kapott az épület. A hónap végére a szakemberek a homlokzat festését is elvégzik. Ez egy örömteli változás az iskolánk életében. Aki ismeri az iskolát, látta eddig is, hogy a több mint egy éve átadott új kisiskola épülete, az milyen szép és milyen kellemes benyomást kelt, és milyen ideális környezetet a tanulóink számára. Ezzel szemben itt az úgynevezett régi iskola épület, főleg ha homlokzatára nézünk, bizonyos esetben megérett a felújításra. Egy pályázati forrásnak köszönhetően, működtető önkormányzatét, város önkormányzata egy olyan pályázatot állított össze, aminek segítségével ez a felújítási munka szeptember közepén elkezdődött. És igen, ahogy említette, november közepén járunk, hát ennek a felújítási munkálatoknak nagyon-nagyon kézzelfogható és komoly látható jelei vannak. Miben nyilvánultak ezek meg? Egyik oldalról, így az évkezdésben egy kis hát, nehézséget, inkább komoly szervezési feladatot jelentett, hogy minden nyilázzáró kicserélésre került, ablakokra, ajtókra gondolok, ugyanúgy hátul a tornaterem, illetve a főépületnek, akár a homlokzata, akár a külső-belső falai szigeteléssel lettek ellátva. A szigetelést követően egy új színt kap az iskola épülete, ami majd egy olyan egységes formáját adja itt az intézményünknek, amire majd öröm lesz ránézni. Amit említettem, hogy a szigetelés nyilázáró cseré, illetve a tornateremnek a tetejének a szigetelése is egy komoly energetikai felújítást jelent, ami a működtető önkormányzat számára komoly megtakarítást jelent. Egyik oldalról mi örülünk, hogy egy szép iskolaépületet kapunk, a másik oldalról pedig abban is igen-igen nagy reményeink vannak, hogy a működtetésnek a költségei csökkenni fognak. Annyit meg kell jegyeznem, hogy nagyon komoly segítséget kaptunk az önkormányzattól. Itt az elmúlt időszakban minden olyan munkát, nyugodt munkát igénylő szervezési, szakmai feladatokban komoly partnerek voltak, polgármester, illetve az emberei, de ugyanezt elmondható a kivitelezést végző cégnek a munkatársaival, műszaki vezetővel is. Lekopogom, talán most már a végén járunk itt a munkának, hogy mindenféle olyan zökkenő, baleset nélkül, illetve a mindennapi munkát nem gátló, hanem remélem, hogy az eredményeket nem befolyásoló folyamatként azért végig tudtuk ezt vinni. És most már csak éppen a finishben vagyunk, a finomítások zajlanak, a festők dolgoznak éppen, illetve ugyan a tetszett bejönni látta, hogy most kapja meg a következő napokban a szint az épület. És mikor fejezik be? Hát reményeink szerint ez több tényezős dolog, mert mindig azért a Murphy dolgozik, és itt a Murphyre főként az időjárásra gondolt, most nagyon-nagyon ideális, hogy pont ez a szín felvitele is, az utolsó simítások, az időjárás jelen állapota szerint ez mind megfelelő hozzá. Voltak olyan időszakok az elmúlt hetekben, amikor a komoly esőzés miatt kinti munkálatok elmaradtak, ezért említem ezt, mert ez befolyásolhatja, de ahogyan a műszaki vezetővel, illetve polgármester úrral is egyeztettünk, pár héten belül azt mondhatjuk, hogy ez a beruházás ez elérte a célját, és látni fogja mindenki, mi pedig a mindennapjainkat élhetjük, hogy kész lesz ez az épület. Ön említett, hogy pár héten belül, ez azt jelenti, hogy a gyerekek, amikor elmennek majd a karácsonyi, tehát december vége felé a szünetre, addig rátadják azért. Hát már előbb. Reményeink szerint ez már november végére befejeződik. Számolták, hogy mekkora költség megtakarítás jelent az új ablakok, a szigetelés, tehát itt elsősorban a fűtésköltségek csökkennek. Így van. Ebben én nem szeretnék nyilatkozni, mivel hogy ez a működtető önkormányzatnak az asztala, hogy ezekkel az információkkal szolgáljon. Igen, hallottam én is. Ezek a számok, ezek komoly számok, hála Isten. Komoly reményekkel, illetve olyan forintosított tételeket jelentenek ez a közeljövőbe, amiért érdemes volt ebbe belevágni, de még egyszer ez a működtető önkormányzatnak a
az asztala, és ott vannak ezek az információk. Ugye más intézményeknél is hajtottak végre ilyen felújításokat. Jelenleg ugye például Kapuváron folyik a Széchenyi iskolában ugyanez a felújítás szinte, tehát a nyilászárócsere, külső szigetelés, színezés az iskolán, ott olyan 20-30%-os megtakarítást jelzett a vezetés, tehát a fenntartó. Hát szerintem nagyjából ez a szám itt is megállhat. Ahogyan információkat kaptam ezzel kapcsolatban, hasonló nagyságrendű lesz itt is a megtakarítás. Mi esetünkben ez azért fontos még, amit említettem, hogy a számszerű természetesen ezek a költségek olyan szempontból nem mindegy nekünk sem, mert talán akkor a működtető is többet tud majd az iskolára indokolt esetbe fordítani. Viszont olyan szempontból nagyon-nagyon fontos volt, amit említettem, az esztétika. Ön látta az iskolát az előző időszakban, és látta, hogy megérett, illetve hátul a tornacsarnokban voltak már olyan problémák a szigetelés hiányosságából kifolyólag, vagy éppen a nyilászároknak az állapotából, hogy bázott a csarnok, tehát balesetveszélyt jelentett, nem volt esztétikus, nem volt higiénikus a szertár a kiszolgáló épületekre gondolok. Tehát egyik oldalról az energetikai megtakarítás, a másik pedig a működés biztonsága, a működés higiéniája is nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a következő időszakban ezek mind megoldódnak. Ugye említettem, hogy közel 3 hónapja vezeti az intézményt, és akkor is beszélgettünk az első bemutatkozó interjúban, hogy alkalmasnak látja a Téti iskolát arra, hogy itt a térségben, térségiskolaként betöltse a szerepét, hiszen közel van Pápa, közel van Győr, 20 kilométer, tehát ha úgy gondolják a szülők, ugye akkor oda is elvihetek a gyerekeket, sőt vannak olyan szülők, akik visznek is oda diákokat, de most már ismeri a tanárokat, ismeri a lehetőségeket, a körülményeket, most hogy látja, tehát alkalmas arra, hogy úgy fel tudják készíteni a 8-asokat, hogy a továbbtanulás szempontjából minden feltételnek meg tudjanak felelni? Mikor erre a feladatra gondoltam és adtam a fejemet, hogy szeretném ezt az intézményt vezetőként irányítani, és amiben lehetőségem volt, tájékozódtam, akkor is úgy gondoltam, hogy igen, ezt a szerepet, amit ön kérdez, ez az intézmény be tudja tölteni. Amikor legutoljára beszéltünk, akkor egy kis türelmet kértem, mert az volt a kérésem, és ezt most is fenntartom, hogy igen, én személy szerint szeretném megismerni azt a tárgyi szakmai helyzetet, amiben ez a jelen pillanatban az iskola működik, azokkal az adottságokkal, azokkal a feltételrendszerekkel. Eltelt 3 hónap, azt mondhatom, hogy igen, sorjáznak a feladatok, rengeteg a tennivaló, de bizonyos változtatásokkal ez, amit én elképzeltem, szerintem ez nyugodt szívvel vállalható, átvihető. Azt is el kell mondani, hogy nem csak vezetői szinten vár komoly munka és bizonyos változtatás itt az iskolában, hanem a kollégák szempontjából is. Tehát most már a tapasztalataim alapján mondhatom, hogy igenis szisztematikusan vizsgálva, hogy hol tartunk, mi az a diagnosztizált helyzet, amiben vagyunk, és mik azok a szükségszerű változtatások. Igen, látom a változtatásnak bizonyos szükségszerű, tényszerű irányát. Ezekhez a megfelelő szakmai lépéseket elindítottam, illetve a kollégákkal folyamatosan egy különböző értekezletek és egyéni megbeszélések, óralátogatások kapcsán, majd ezt követő az élmények feldolgozása kapcsán már egyre több olyan beavatkozási tevékenység fogalmazódott meg, illetve indult el, ami ebbe az irányba hat, hogy ténylegesen a Tét, mint kisváros, és a Tétet körülvevő települések, akik a gyerekeiket az intézményükbe iratják, itt gondolok a tagintézményeinkre is, teljesen meghagyva az ő autonómiájukat, de egységként kezelve, hogy megfeleljenek egyik oldalról a kor elvárásainak, tehát azoknak az igényeknek, amit éppen egy középiskolás pályaválasztás igényel, illetve a másik oldalról én azt is szeretném, és ennek is mindig hangot adok, hogy ezek a gyerekek, akik itt tanulnak, azok ez alatt az idő alatt, amíg ebben a 8 évben az intézményünk tanulói, egyrészt jól érezzék magukat, szerezzenek olyan élményeket, alakuljon ki egy olyan kapcsolódási rendszerük, egy gyökérzet, egy jó lokálpatriótaként éljek tovább az életüket, és szeressenek ide visszajönni, de kedvezőek a benyomásaim, és rengeteg olyan élményért az elmúlt időszakban, ami minden nap arra sarkal, hogy igenis komoly munkával ezeket el lehet érni.
Ez azt jelenti, hogy az igazgató úr például bemegy órákra, megnézi, hogy hogyan dolgoznak a pedagógusok, milyenek a gyerekek, hiszen azért nem mindegy, hogy milyen az a gyerekanyag, tehát ha lehet így mondani idézőjelben természetesen, akiket oktatni kell, hogy viselkednek, mennyire fogékonyak mindenre, amit a tanár át akar nekik adni, mert ugye ez egy elég összetett dolog, és valahol itt lehet fejlődni, tehát hol tud ön beavatkozni, hol tud ön fejleszteni, változtatni, hogy hát hatékonyabbak legyenek. Itt ülünk az igazgatói irodában. Elméletben ez a vezetőnek a terepe. De hála Isten, és eddig is, és ezentúl is, én a mindennapjaimat legkevésbé csak a szükséges időmet töltöm itt, ezek között a falak között. Amit említett, igen, elkezdődött az óralátogatás. Most vagyunk a sűrűjébe. Különböző osztályokban minden tanárt folyamatosan szeretnék látni, illetve a benyomásaimat, illetve az ott tapasztaltakat, ezeket közösen megbeszélni. Itt már van egy fejlesztési lehetőség. Tanítok én is. 7. osztályban kémiát tanítok mind a két tanulócsoportnak, onnan is van élményem. Illetve bizonyos esetekben, amikor szükséges, az elmúlt időszakban is, akár az alsóban is helyettesítettem hiányzó pedagógust. Tehát két oldalról. Egyrészt a pedagógusi munkát ezeken keresztül, illetve az óralátogatásokon, amikor már a gyerekek az adott tanárral végzik a feladataikat, azon keresztül, tehát személyes impressziók, olyan előkészített, mondjam azt egy kicsit, hogy pedagógiai tudományos oldalról is vizsgálom ezeket a tevékenységeket, és ezt kértem akkor, hogy saját élményeim szerint azt a saját szakmaiságot szeretném felhasználni mindenkinek a megítélésébe, és ebből az élményekből szeretném azokat a szükséges korrekciókat, ha szükséges, illetve megerősítéseket megtenni. Annyit még el kell mondani, hogy következő hónapban egy új rendszer is az iskolába megjelenik. Ahogyan kaptuk mi az oktatási hivataltól azoknak a kollégáknak a nevét, akik a minősítésben, illetve a tanfelügyeletben részt vesznek. December 3-a lesz az első időpont, amikor minősítésre szakértők érkeznek az intézményünkbe. Ez is egy olyan új lehetőség lesz, amit az intézményvezető okosan, személy szerint én is okosan fogok felhasználni. Ebből már megint rengeteg olyan tényszerű, racionális információt lehet kapni majd egy külső szem segítségével, vagy több külső szem segítségével, ami mind a fejlesztés irányát azt jól határozza meg, és amit kérdezett, hogy mik ebbe a lehetőségeim, igen, ebbe ez a vezetői felelősség, amit az előző interjúban is említettem, vannak kellemes, vannak kevésbé kellemes részei, de pont azért, mert akár a tanulók a fókuszba, szüleik elvárnak ettől az intézménytől, azt mindegyikünknek, akár vezetői, akár kémiatanári munkámba, akár az iskolában, mint pedagógus a nevelői tevékenységem, egy sportkörön keresztül, bárhol, ezeket nem csak nekem, de rajtam keresztül a kollégáknak is mind-mind ezt le kell tennünk az asztalra. Hála Isten, ez a csapatépítés úgy érzem, hogy megindult. Igen, azt is el kell mondani, hogy vannak azért berögzött olyan szokások, aminek egy kicsit azért az átépítéséhez, átalakításához idő kell. Nem kérek én éveket, de tisztában vagyok vele, hogy ehhez a folyamathoz azért bizonyos időmennyiségnek el kell telni, mert ez a nevelés, ez a tevékenység, amit mi végzünk, azért ez egy időigényesebb. Sajnos kéz legyintésre, vagy csak egy csettintésre ezek a dolgok nem fognak elmúlni, illetve azt szeretném, hogy a kollégák is azt éreznék, hogy minél inkább az a szakmaiság, az az emberi jó indulat természetesen, ami mögötte van, de a változtatási szándékok azok elfogadhatók legyenek, illetve eredményt hozzanak. Ön említette, hogy bizonyos megszokások vannak, hát például ez a tanári gárda, aki téten dolgozik, nagyon régóta, én úgy tudom, együtt van. Tehát sokan vannak, akik már akár több évtizede dolgoznak együtt, nagyon jól összeszokott csapatról van szó, és ehhez a csapathoz most csatlakozott ön. Tehát hogyan tudja ezt a kettősséget megoldani, hogy van egy jó szervezett, évek óta együtt dolgoz, együttműködő tanári kar, és akkor az igazgató most jött, neki vannak elvárásai, vannak felkérései, feladatokat ad, ki változtatni szeretne. Ezt megértik a pedagógusok? Segítenek önnek ebben? Most igen, akarnoknak fog tűnni a válasz, hogy meg kell, hogy értsék. Most egyik oldalról
természetesen sokszor kihangsúlyozom, és minden napokban ezt próbálom megjeleníteni, hogy itt van egy komoly hagyományrendszer, egy tradíció az intézménynek, ami hatalmas érték. Én ezt felelőtlenül elherdálni, illetve megváltoztatni nem akarom. Ha elmondhatom azt, legutóbb, amikor találkoztunk, az október 23-ai műsor, volt egy iskolai része délelőtt, ugyanúgy a diákjaink fölöltöztek, a szereplők, akik csak részt vettek, átmentünk a kultúrházba, megadtuk a módját, egy gyönyörű műsort összeállítottak, ugyanezt láttuk a városi rendezvényen, amikor azt követően elmentünk és közösen koszorúztunk, egy felemelő élmény. Ott láttam a zenekarba azokat a kis tanulókat, akik a tudomásom szerint, és tudom, hogy itt tanultak, itt tanulták az alapokat, de itt vannak azok is, akik az utánpótlást jelentenek. Na most egy olyan dolgot említettem, ami egy szilárd alapzat, amit erősíteni kell. Igen, amit említ a másik oldalról, hogy vannak berögzött, bizonyos esetben rossz szokások. Én is abban a korban élem már az életem, mint általában itt a tantestületben a pedagógusoknak az öme, és pont tegnap egy óra látogatás után beszélgettem a kollégával, és mondtam, hogy hasonszőrűek, annyit töltöttünk a pályán, és tudom, és az előző munkahely, illetve az, amiben én dolgoztam, ebbe egy picit nekem segített, hogy az impulzusok, illetve a folyamatos megújulásnak a szükségessége elengedhetetlen. Ezért kértem őket, és ezért törekszek arra, kérdezte, hogy hogyan lehet ezen változtatni. Van egy objektivitása is ennek az elvárásrendszernek. Egy órának a megtartásának. Vannak formai, vannak tartalmi követelményei, amit nem csak nekem kell betartani, hanem nekik is be kell tartani. Ezért jó, egy picit szerencsés most a helyzetem, mert akár a külső ellenőrzés, a tanfelügyelet, vagy éppen majd a minősítés, amikor a pedagógusnak az előmenetele forog majd kockán, ezeknek van egy komoly eljárásrendje. Teszem azt, hogy hogy kell egy órát megtartani, hogy kell egy tervezés is feladatot, hogy néznek ki a kimeneti követelmények. Na most az előző munkámból kifolyólag, illetve mondhatom abból a 15 éves vezetői tapasztalatból, igen, ezeket szeretném úgy közölni, hogy a változtatás szándéka is elfogadható legyen. Én mindig elmondom, hogy nem az ember ellen fogalmazok meg bizonyos hiányosságokat, vagy éppen beavatkozási szükségleteket, hanem pont azért, hogy ebbe a közösségbe jól érezze magát, ugyanúgy, mint eddig mindenki, de a munkáknak az eredménye, ami most jelen pillanatban még hiányosságként megfogalmazható, és vannak konkrét dolgok, amit ön is említett, hogy éppen mondjuk a felsőbe az a iskola választás, elvándorlás, azok objektív tények, hogy ezeken hogyan tudunk változtatni. És amit én vélelmeztem mondjuk 3-4 hónappal ezelőtt, igen, most az élet bizonyos dolgokat keményen alátámaszt. És a beavatkozási szükségletek nagyon könnyen föltárhatók, és megállapíthatók, és ebbe az irányba nekem vezetőként meg kell tenni azokat a dolgokat. Hát azon vagyok, illetve bízom benne, hogy a következménye is folyamatosan majd szépen épülnek be, és láthatóvá válnak. Ugye az iskolában, a tanintézményben a legfontosabb a diák, és az hogyan teljesít, mi lesz vele, mi lesz a sorsa későbbiekben, az iskolában hogyan tudják megoldani a tehetséggondozást, illetve a felzárkóztatást, tehát ezt a kettősséget, hogy a legjobbaknak is meglegyen a megfelelő oktatás, illetve azoknak is, akiknek kicsit kell egy kis segítség ahhoz, hogy még jobbak lehessenek. Ez természetesen egy nagyon-nagyon komoly kötelezettség számunkra, de ahogyan említettem, fontos, hogy mindenki megtalálja a helyét. Most vagyunk éppen a pályaválasztás előtt. A gyerekek részt vettek a pályaválasztási kiállításon, és örömmel, élményekkel jönnek vissza. Igen, vannak nagyon jó képességű tanulóink is, és vannak olyan képességű tanulók, akik, teszem azt, egy más iskolarendszer keretében lesznek majd jó szakemberek. És ehhez rá kell még dolgoznunk nekünk pedagógusoknak. Most az alapdokumentumoknak az átvizsgálása is folyik. Amit ön említ, mind a két tevékenységre eddig is voltak különböző tevékenységek az iskolában. Én megnéztem az elmúlt időszaknak az eredményeit, dokumentumait, és
Bizonyos esetben, ha szükséges, és ha mondjuk éppen a tehetséggondozásra, mondjuk éppen a kiválasztásban nagyon jelentős szerepet játszanak a tanulmányi versenyek, éppen legutóbbi munkaértekezleten hívtam fel a kollégák figyelmét, és kértem őket, hogy azért minden olyan tehetséggondozó verseny, amiben látnak, illetve találnak olyan tanulót, aki érdeklődik az adott terület iránt, igenis nekünk föl kell vállalni, és most az eredményt másodlagossá téve, de a gyerekeket támogatni kell és vinni kell. Egy kicsit ki kell őket engedni, ki kell röptetni, egy más közegbe kell őket juttatni. Lássák, hogy teszem azt téti iskolán kívül, hogy viselkednek, hogy teljesítenek a gyerekek, milyenek ezek az élethelyzetek. Ezeket tematikusan, észszerűen már építgetjük. Ennek az első építő lépései, építő kockái lerakásra kerültek. Ugyan említette a versenyeket, most kezdődnek, én úgy tudom. A TTA-k gyerekek már túl vannak egy nagyobb versenyen, ha jól emlékszem, ott elég jó eredményt értek el, de a tanulmányi versenyek zöme az majd most indul el, ugye ebbe a őszi-téli időszakban. Hát a Pedagógiai Oktatási Központtól most kaptuk a versenykírásokat folyamatosan, november közepe, november vége. Ezekre a jelentkezést megtettük, kollégákkal, ha kellett, külön beszéltem, és ténylegesen nem akarunk versenyistálót, tehát a gyerekeket se szeretnénk. Ezért említettem előbb, hogy a gyerekeknek az együttműködésével, de szükség van rá. Volt már tanulmányi verseny, Pápán voltak a Bolyai Matek versenyen, három évfolyamnak a kis csapatai, éppen múlt héten magyar versenyen voltak, szintén Győrbe, Bolyai csapat versenyen, középmezőnybe szerepeltek, matematika versenynél volt, amelyik évfolyam előbbre szerepelt, volt, aki egy kicsit gyengébben teljesített. Én annyit kértem a kollégáktól, most azon se tanuló, se tanár ne görcsöljön, csúnya szóval mondom, hogy most milyen eredményt hoznak. Legyünk ott, tapasztaljunk, lássuk. És akkor ahogyan már a választás, illetve az egésznek a folyamata egy picit, úgymond a birtokunkba kerül, egy kicsit már a gyerekeket kondicionáltuk, a tanár is egy kicsit új impulzus kap, akkor majd lehet azt mondani, hogy erre a területre nagyobb hangsúlyt fektetünk, ebbe az irányba kell inkább elmozdulnunk, tehát ennek is egy picit a súlyozása még előttünk áll. Most ez még tényleg az ismerkedési stádiumába tart, viszont annyit azért hadd mondjak el, ha hagyományokat említettem, igen, nagyon fontos dolog, hogy például a Majorett csoport éppen múlt héten volt egy körzeti versenyen, 6 csapat közül elsők lettek csapatba, 5 első helyzet lett, ahogyan a tanárnőtől hallom. Például egy apró dolog, hogy de igenis fontos a települési önkormányzattal a kapcsolat. Részt vettünk egy iskola, egy polgárőr rendezvényen, versenyen Kunszigeten, ahol talán 9 település vett részt, 3-ak lettek a gyerekek, nagy élmény volt számukra. Tehát próbálunk minden olyan dologba egy kicsit elindulni, maximálisan szem előtt tartva, hogy igen, nekünk mi az alaptevékenységünk, de ezt ki kell egészíteni. Kell az élmény, kell az a közösségi élmény, az az egyéni, kellenek azok a tényleg impulzusok, amiket ezek a versenyek adnak. Ma kezdődik végre a gyerekeknek a sportversenyeztetése, ma éppen Koroncóra mennek focizni az 5.-6. osztályosok, de az egész hétre be van táblázva, és a következő időszak is. Tehát úgy szépen lassanként az élet sűrűjébe kerülünk, és hát bízom benne, hogy ezek a dolgok majd úgy jelennek meg minden partnerünknél, hogy na hát akkor jó irányba indult, és ami eddig jó volt természetesen, az mind továbbra is megmarad, de látni az a fejlesztési elképzeléseket, és ennek már apró kis eredményeit is. Még egy dolog, van-e idő a gyermekekre? Tehát ismerik-e a gyerekeket, tudják, hogy ki kicsoda, látják a gondjaikat, problémáikat? Tehát van-e erre idő a mai iskolarendszerben, hogy az egyént lássák, azt a diákot, aki ott ül benne a padban? Sokan kérdezték tőlem, hogy hát a téti iskola fizikálisan földezőleg egy kicsit távol van a lakóhelyünktől, ez 35 kilométer, és miért nem egy városi iskola, amiben én gondolkodok? Hát pont ez volt a lényege, hogy itt a gyerekek, és szeretek korán jönni, ilyen 48 körül itt vagyok. Ha az időm engedi, akkor későn megyek el, részt veszek sportkörön, nem én tartom, csak én is szívesen bálok, és azért a szünetekben is látják azt a diákok, illetve hát a kollégák is, hogy szeretek közöttük lenni. Na most ez adja meg ezt a lehetőséget, hogy ismerjük őket, nagyon jó a kapcsolat, ezt is el kell mondanom, a gyermekjóléti szolgálattal,
és ezek az apró kis kötelékek, illetve azok a tanár-diák között kialakuló tiszteleten alapuló kapcsolatok, ezek azért azt mutatják, hogy tudunk egymásnak segíteni a tantestületben, illetve érzékenyek vagyunk ezekre a problémákra, és szerintem azért itt minden gyerekre, aki ebbe az intézménybe jár, azért ott van a figyelem mindegyikünk részéről, és bízom benne, hogy ezt a szülők is így ítélik meg. Köszönöm. Sikeresen szerepeltek a polgárőr versenyen a téti diákok. Mai műsorunkban Szalai Boglárka csapatkapitány nyilatkozik tapasztalatairól. Boglárka, nemrégiben részt vettek le egy polgárőr versenyen, ott harmadik helyezést ért el a csapat. Hogyan készültetek fel a versenyre? Hát igazából egy hétünk volt rá felkészülni, és a helyi védőn eljött hozzánk, és segített ilyen kötéseket, meg oldalfektetéseket, hogyan kell csinálni, meg elmondott néhányat, hogy például, hogyha a fej vérzik, akkor mit kell csinálni, ha lőtsebb, meg ilyesmi. És ugye ez egy polgárőr verseny volt, ez mi az, amit még kellett tennetek, mert úgy tudom, hogy egyéb más feladatok is voltak. Igen, akadályverseny, egészségügy, akkor ilyen közlekedés, célbalövés, tűzoltás, meg ilyen polgárőrös kérdések voltak. És mivel lőttetek célba? Légpuskával. És neked ez hogy sikerült például? Én nem lőttem, mert inkább a társaim, a fiúk lőttek. Tehát megosztottátok így a feladatokat? Igen. A lányok azok mit tettek? Inkább totót töltöttek, vagy valami? Hát egészségügynél voltunk, akkor mivel én tűzoltós is vagyok, ezért könnyen voltam, amikor a tűzoltós feladat volt. Tehát tagja vagy annak a csapatnak, az általános iskolából, aki részt vesz az önkéntes tűzoltó versenyeken? Igen. Mióta? Tavaly kezdtem, és első helyek lettünk. Tehát az itteni téti lánycsapat az nagyon jó szokott lenni ezen az önkéntes tűzoltó versenyeken. Igazából tavaly álltunk össze, és úgy lettünk első, mert eddig nem volt ilyen lánycsapat. Visszatérve a polgárőr versenyre, hol volt ez megszervezve? Milyen településen voltatok? Kunszigeten voltunk a tornateremben, mert sajnos esett az eső. És az nem zavart benneteket, mert kint is ugye akadályverseny volt, azt is a tornateremben rendezték meg? Igen. És hogy értékelnéd a teljesítményeteket, hogy a dobogó harmadik fokára állhattatok? Szerintem nagyon ügyesek voltunk, mert a polgárőrök is sokat segítettek nekünk, mert mindig biztattak, hogy úgyis ügyesek leszünk, meg fogjuk tudni csinálni, és így könnyen ment. Ugye itt téten van polgárőrség. Igen. Időközben majd pár év múlva, ha kedved és időd lesz, csatlakoznál? Szívesen lennél polgárőr itt a városban? Hát ezt még így nem döntöttem el, de lehet. Tehát érdekességnek említsük meg, hogy van egy ikertestvéred, egy fiú. Őt hogy hívják? Szalai Szabolcs. Ő részt vett a csapatba? Igen. És ő milyen teljesítményt nyújtott a testvéred véleményed szerint? Ügyes volt. Ő miben volt ügyes? Inkább ilyen célbalövés, meg akadályverseny. Ugye most 8-as vagy itt, vagy a pályaválasztás előtt. Voltál-e már való nyílt napon? Igen, hétfőn voltam a Deákba, meg majd még máma megyek a Barosba. Milyen tanulónak számítasz? Jó tanulónak, egy pár négyesem szokott csak lenni. És miért pont a Deákot választottad? Van a Kazinci, a Révai, vannak ezek az erősebb gimnáziumok, vagy inkább te a számvitel, a pénzügyek iránt érdeklődsz? Igen, inkább azokat szeretném megpályázni, hogyha sikerül. Ugye korábban beszélgettünk arról itt az intézményben pedagógusokkal, hogy milyen az oktatás. Véleményed szerint ugye 8 évet eltöltöttél itt téten, milyen itt az oktatás téten? Szerintem nagyon jó, sokat lehet tanulni, és a tanárok is kedvesek, és valamikor megadják a jobb jegyet, hogyha úgy állunk hozzá. Mert ugye az is problémaként merül fel az elmúlt időszakban, hogy vannak olyan gyerekek, akik Győrbe mentek el tanulni, vagy éppen Pápára. Véleményed szerint itt is megkapod azt, ami kell ahhoz, hogy tovább tudjál tanulni? Szerintem igen. Tehát csak akarat és szorgalom kérdése. Igen. Köszönöm és sok sikert kívánok. Köszönöm. Volt bencés diákok kerékpárt vásároltak egy tét ürge egyik kislánynak. A Bencés Öreg Diákok Szövetség győri csoportjának tagja a téti Lang Ferenc
aki megtudta, hogy Tét Ürgeiben lakó diáklány kerékpárját ellopták. A család anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy új kerékpárt vásároljanak. Lang Ferencék összefogtak, és néhány nappal ezelőtt átadták a vadonatúj kerékpárt új gazdájának. Ki az a kislány, akinek segített a szövetség? Dietrich Roxana, ők itt élnek Tét mellett Ürgehegyben az édesanyjával, és ellopták a kerékpárját. Nekem is úgy elindult, hogy hogy tudnánk segíteni. Péter úr felhívta az egyik győri kerékpárboltot, akinek a tulajai szintén bencés diákok, és ők is olvasták, ők is gondolkoztak, és így közös összefogással tudtunk vásárolni egy kerékpárt a kislánynak. Roxana az Koroncóra jár általános Koroncóra jár iskolába, igen. De viszont itt Tét mellett ugye él a édesanyjával, és ezzel a kerékpár azért szüksége van neki. Így van, tehát ez hatalmas segítség volt neki, és tényleg könnyeivel küszködött szegény kislány, mikor átadtuk, és tehát a busz megállóig kijutás megoldott így neki. És hol sikerült átadni, és mikor? Ezt a születésnapja után két nappal sikerült neki átadni a kín Ürgehegybe, ahol ők élnek a házuknál. És ez a fajta tevékenység, ez része a szövetségnek, vagy ez egy ilyen adhok dolog volt, hiszen éppen megláttatok egy újságcikkben, hogy bajban van egy kislány? Tehát előre ilyen dolgok nincsenek úgymond betervezve, ez egy adhok dolog volt, hogy megláttuk ezt a cikket, és tehát éreztük a szükségét a segítségnek, de a szervezet szokott támogatni Győrben is rászorulókat. A Lábaközi Televízió korábban már beszámolt arról, hogy Lang Ferenc ugye a bencéseknél végzett, és ezáltal tagja lehet egy olyan baráti körnek, társaságnak, civil szervezetnek, amely sok mindent tesz itt a megyében, Győr környékén. Hát erről a baráti társaságról néhány szót. Hát baráti társaság, ez egy, inkább úgy fogalmaznék, egy öreg diák szervezet. Ez egy országos szervezet, a Bencés Diák Szövetség, és ennek vannak ország részenként különböző tagszervezetei, és én Győrinek vagyok elnökségi tagja már 12 éve, és hál' Istennek van egy nagyon aktív főtitkárunk, Péter Tamás úr, aki a győri szervezetnek nagy-nagy mozgatórugója. És elsősorban miért hozták létre ezt a diákszövetséget az öreg diákok? Ez nagyon régen működött már egymás segítésére, és a német Feri bácsiék hozták létre újra 90-es évek elején itt Győrben, meg az ő ismerőseikkel a országos szövetséget is újra alakították, és Győrben azóta van újra ez a szervezet. És mi a feladat elsősorban? Gondolom időszakonként összejön a társaság, és akkor megbeszéltek különböző dolgokat, de általában mi az, amire feladata a szövetségnek? Igazándiból az iskolai fél évhez igazítva van nekünk is a munkarendünk. Fél évente 3-4 szabad egyetemi előadást szervezünk Győrben. Hát legtöbbször ez a Bencés gimnáziumban van, ahova eljöhet bárki, illetve a diákok is szép számon látogatják ezeket a színvonalas előadásokat. Mert azért mindig sikerül olyan embert, előadót meggyőzni, aki érdekes témával tudja lekötni az érdeklődők figyelmét. Ugye az öreg diákok, gondolom, megbeszélik a mindennapi dolgaikat, mi történt velük, de a közéletben milyen módon vett részt a szövetség? Van-e közéleti szerepe, mondjuk akár Győrben? Nincs, ami a mainstream médiában megjelenne. Apró dolgokban segítünk, vagy most itt Téten vagyunk, de Győrben több dolgot sikerült már megcsinálni, például tavaly a három szerzetes tanár Jáki testvéreknek sikerült egy emléktáblát elhelyezni és egy színvonalas konferenciát tartani ezzel egy időben.
illetve a Szentlélek templomnál volt egy kereszt, azt újítatta fel az Egyesület. Ehhez kaptunk segítséget több helyről, úgyhogy ilyen kisebb léptékű társadalmi szerepvállalása van például a győri szervezetnek. Hány tagja van a szervezetnek Győrben? Győrben 250-300 fő közötti a tag. Ebből ugye az aktívabb az a 30 fő, aki tényleg mindig ott van az szabad egyetemi előadásokon, a kirándulásokon. Mert szervezte kirándulást is? Így van, az Egyesület részére. És hol járt eddig a társaság, amit érdemes megemlíteni? Túl messze nem szoktunk menni. Itt a környékbe egy diáktársunk, bábolnai kötődésű, ő már többször szervezett oda kirándulást, és akkor a bábolnai ménes birtokon olyan helyeket meg tudtak mutatni, amit nem minden vezetett túrán mutatnak be. Vagy például voltunk Balatonon, Dörgicsén, ott egy bencés kötődésű pincészetet látogattunk meg. Meg hát természetesen ott a Tihanyi apátság mellett jöttünk el, akkor ott is körbevezettek minket az atyák. És a további tevékenységről akár hogyan folytatódik? Tét irányába, vagy éppenséggel a szövetség eljön ide a városba, itt is szervez rendezvényt? Hát, hogy itt rendezvényt szervez, nem tartom valószínűnek, tehát maradunk Győrbe a megszokott keretek között, de még fog jönni a Egyesületünk tétre is más rendezvényekre, mert a diáktársaim azért meg szoktak látogatni engem is, meg némely téti rendezvényt is örömmel. Ugye beszéltünk a Tétszentkuti turistaútról is, így tehát van. Oda is jönnek azért. Oda is jönnek, mivel azt is öreg Bence és diákbarátaim segítségével hoztuk létre. Ha jók az információim, már rebesgették, hogy tavaszba szeretnék bővíteni még az utat más irányba is, úgyhogy... Érdemes felkeresni, hiszen korábban arról így is van. Beszéltünk, hogy ott van a Tétszentkuti templom, búcsújáróhely. Így van. Illetve így hát kijelölt úton lehet még ebben a szép őszi időben kirándulni. Ajánlom is, mert most azért egy nagyon szép arcát mutatja a természet felénk az őszi lombhullásban. Köszönöm. Én is köszönöm. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!